Franciaország Marmande régiójában az új koronavírus járvány miatt munkanélkül maradt emberek egy részét kölcsön adták más vállalkozásoknak. Ez történt Laurent de Contival is, aki korábban egy repülőgép alkatrészgyártó cég gépkezelője volt. Most azonban egy lekvárüzemben dolgozik. A cégvezető nem akarta kirúgni, de most nem tud munkát adni neki. Egyszer biztosan újra lesz munka, és addig legalább nem vagyok a főnök lába alatt. Mindketten jót akarunk, ő adott nekem egy esélyt, most én is jót teszek vele, mondta a gépkezelő. A szolidaritást nagyra értékelte a cégvezetője, aki 57 dolgozójából 19-et kénytelen volt elküldeni. J'ai mis 7-8 ans. 7-8 évenbe került megtalálni és kiképezni a jó embereket. Ha most kirúgnám őket egy néhány hónapos, talán egy éves krízis miatt, akkor rosszul vezetném a céget, mondta Jérôme Creuset. A helyi iparkamara vezetője szerint az ilyen munkaerő kölcsönzés az idény munkásoknál volt eddig bevett szokás. Ez a munkaerő kölcsönzés bevett szokás volt egyes szektorokban, például a mezőgazdaságban, de ki akartuk terjeszteni más iparágakra is. A dolgozókat határozatlan időre adták kölcsön, de a repülőgép alkatrészgyártó cég elnöke azt mondta, hogy a világjárvány végén minden kollégáját visszavárja.